Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a mai emészthető klubunk decemberi előadásán. Elnézésüket kérjük először is a késésért, de egy kis technikai problémát kellett megoldanunk, de most már minden rendben, így üdvözölhetjük Önöket. Én Szabó Papaléria vagyok, az Ugló Egészségfejlesztési Iroda vezetője, és itt van velénk Dali Halmágyi Csedén, dietetikus és táplálkozási tanácsadó. Szia Csedén! Szia, és jó estét kívánok minden kedves nézőnek! És akkor uh, szerintem kezdhetjük is ezt a nagyon izgalmas témát, ahol most ugye a laktózintoleranciáról tudhatnak meg több információt a lakosok. Ma este a laktózintoleranciáról fogok beszélni, ami hogyha, amit, hogyha a világ összlakosságát tekintjük, akkor több embernek van, mint ahánynak nincs. Elsőként mondanék néhány szót magamról. Dietetikus vagyok, a kedvenc témám a női egészség, a hormonális egyensúly és a PCOS kezelése életmód és étrend által. Ha szeretnéd megismerni a történetemet és hasznos tartalmakat olvasnál tőlem, akkor várlak a Csediet Facebook oldalon, vagy Instagramon a -diet dietetikus név alatt. Ma este a laktózintoleranciáról fogunk több érdekes dolgot megtudni. Az előadás első felében konkrétan azzal foglalkozunk, hogy mi a laktózintolerancia, milyen tünetei vannak, mik az okai, és milyen kezelést ismerünk a, mai, a tudomány mai állása szerint. A második részben pedig egy fontos különbségtételről fogunk beszélni. A harmadikban pedig a témával kapcsolatban gyakran feltett kérdéseket fogom tisztázni, és a, ezekre fogunk választ keresni. Első körben lássuk, hogy mi is a laktóz. Tejet már mindannyian kóstoltunk életünkben, és hogyha visszagondolunk rá, akkor mi jut eszünkbe elsőként? Az, hogy édes. Na hát ezt az édességet köszönheti a tej a laktóznak, mivel a laktóz a tejben található cukor. Egy összetett cukorról beszélünk, ami két kisebb részecskéből áll össze, és ez adja a tejnek az édességét. Na mivel tej cukorról beszélünk, a tejet édesítő anyagról, így az összes emlőstől származó tej fő eleme, és minden tejtermékben jelen van. Hogyha az anyatejet is ide értjük, akkor abban is megtalálható a laktóz. Mi a laktózintolerancia? Más néven, magyarul mondva, tejcukorérzékenység. Az oka az elégtelen vagy hiányos cukorbontó enzim, vagyis laktáz termelődés. Tünetei lehetnek a puffadás, hasi görcsök, hasmenés, akár pattanásosodás is jelentkezhet, mint a laktozintolerancia egyik tünete. És a diagnosztizálására több módot is ismerünk. Van genetikai és endoszkópos vizsgálat, amik hát picit kellemetlenebbek lehetnek, de amit a leggyakrabban használnak, és nagyon nagy a hatékonysági foka, az a hidrogén kilégzési teszt és a vérvizsgálatok. A hidrogén kilégzési tesztet úgy kell elképzelni, hogy a meg nem emésztett laktóz hatására bizonyos gázok jelentkeznek a, a kilélegzett levegőnkben, amit a teszt, amire a teszt érzékeny, és ezáltal mutatja ki, hogyha laktózintoleranciában szenvedünk-e, ezáltal tudja igazolni a tüneteink mellett a problémát. A laktáz enzima laktá a laktóz bontásáért felel. Nélküle emésztetetlen formában marad a bélben, amit a baktériumok erjeszteni kezdenek, és ez vezet a kellemetlen tünetekhez. Úgy kell elképzelni az emésztést, mint a legózást. Amikor egy nagyobb kockát építünk több kiskockából, és mondjuk ez a nagyobb kocka egy pohár tej. Amikor megemésztjük, először a gyomrunkba kerül, ahol a gyomorsa által, meg az apró mozgások által, amit a gyomor végez, elkezd apró részeire bomlani. Elkezdik a gyomor kibontani a nagy kockából az apró kis legókat. És innen tovább jutva a vékony bélbe, Bejönnek a vékonybél emésztőnedvei, amik tovább bontják a nagy kockát apró kis építő részeire, és itt jön a képbe a laktáz, ami a laktóz, vagyis a tejcukor bontó enzim. Neki az a szerepe, hogy a tejcukrot képes legyen lebontani, az apró kockákat még kisebb darabokra bontsa, amik már képesek felszívódni egyenesen a véráramba a vékonybélből hogyha a problémák vannak az enzim termelődésének a szintjén, az enzim aktivitásában, akkor nem sikerül a tejcukrot lebontania, és ahelyett, hogy felszívódjon a vérben a tápanyag a vékony bélből, tovább halad a vastag bélbe, ahol a baktériumok nagyon megörülnek neki, és elkezdik feldolgozni. És attól függően, hogy a bérsúránk milyen állapotban van, és milyen baktériumok népesítenek be minket belülről nagyobb százalékban, attól függően jelentkeznek a kellemetlen tünetek. Lássuk egy picit, hogy hogyan működik a laktáz enzim, mikortól és meddig termelődik. A laktáz ugye egy létfontosságú enzim az emlősök körében, mivel születésünk óta egészen, amíg képesek nem válunk szilárd táplálékot enni, tejet fogyasztunk. És ahogy már az elején is említettem, a laktóz, mint tejcukor, az emlősök tejében mindig megtalálható. Ezért feltétlenül szükségünk van laktázra, hogy lebontsa a tejcukrot. A laktáz már az, már az anyamében elkezd termelődni a belek nyárkahártyáján, és az elválasztást követően, ami hát az emlősöket tekintve nagyon változó, hogy mikor, mikor történik ez meg, az embereknél átlagban másfél-két éves korban van az elválasztás, amikor már a gyerek elhagyja az anyatejjel, vagy a tápszerrel való táplálást. Most ezt követően a cukorbontó enzim termelődése fokozatosan lecsökken, mivel így van genetikailag programozva, hogy amiután már szilárd táplálékot fogyasztunk a az étrendünk zömében, nincs szükségünk ugye a tejcukorbontó enzimre, ezért fokozatosan egyre kevesebb mennyiségben termelődik. És annyira lecsökken, hogy akár ki nem, ki nem mutatható szintre is. A laktász termelődése azoknál a népeknél marad felnőtt korban is, akik állattenyésztésen alapuló hagyományokat őriznek, és akik a kultúrájukkal... Tehát a kultúrájukban szerves része van a tejtermékek fogyasztásának. A vizsgálatok szerint ez az Észak-Európa országaiban jellemző, itt a lakosság 90%-ának fent marad a tejcukorbontó enzim termelése felnőtt korában is ilyen országok, ugye Hollandia, vagy a skandináv országok, csökken Közép- és Dél-Európában, valamint a közel-keleten, ahol már a népességnek csak 50%-ában maradt fent felnőtt korában is ez a, az enzimaktivitás, ami azt jelenti, hogy a lakosság fele tapasztalhat kellemetlen tüneteket a tejtermékek fogyasztásakor. Tehát nem ritka dologról beszélünk, amikor a laktózintoleranciát érintjük. És nagyon alacsony a laktázenzim termelés Ázsiában és Afrikában, ahol akár 5 vagy 20 százaléka lehet a lakosságnak csupán, akiknek felnőtt korában is aktív a tejcukorbontóenzim. enzim. Ezért mondtam az elején, hogy a, ha a világ összlakosságát tekintjük, akkor több embernek van laktózintoleranciája, mint ahynak nincs. Mitől függenek a laktózintolerancia tünetei? Elsősorban a laktázenzi mennyiségétől. Tehát egy 50% feletti aktivitásnál már egészen jól tudjuk tolerálni a. a tejtermékek fogyasztását, a laktóz tartalmú tejtermékek fogyasztását. Az elfogyasztott laktóz adagjától is sokban függ, amint később látni fogjuk, majd konkrét számokkal, hogy sok laktóz intoleranciában szenvedő ember is jól tud tolerálni bizonyos mennyiségű laktózt, hogyha szépen el van osztva a nap folyamán. Ahogy már említettem a Legózással kapcsolatban a bélflóra állapotától és eloszlásától is nagyon függ az, hogy mennyire erős tüneteket produkálunk a tejtermékeket, tejtermékek elfogyasztása után. A bélmozgásoktól is függ, hogy mennyire kellemetlenek ezek a tünetek, mert hogyha valakinek például intenzívebbek a a BM mozgásai, akkor sokkal rosszabbul reagálhat a puffadásra, vagy a, a megnövekedett gázképződésre, akár is a hasmenésre. A vékonybél szintjén történő baktérium túlszaporodás, vagy a, ha a mozaik szót használjuk, akkor ez a síbó, ez is meghatározza azt, hogy hogyan reagálunk a, Laktóztartalmú tejtermékek fogyasztására, és mennyire erősek lesznek a tüneteink. Ugye ebben a betegségben már amúgy is nagyon sok élelmiszer panaszt okoz, és ez vonja maga után valamilyen szinten azt, hogy a tejtermékekre is rosszul reagálunk. Az emésztőrendszer gázképződésre és egyéb fermentációs folyamatokra való érzékenységétől is függ a laktózintolerancia tüneteinek az erőssége és ahogy már említettem, a laktóz tejcukor, amit tudományosan diszaharidnak nevezünk, mivel két cukorból áll össze a galaktózból és a glükózból. A glükóz valószínűleg már sok mindenkinek ismerős, ez nagyon sok gyümölcsben megtalálható, és magyarul szőlőcukornak szoktuk hívni. A laktóz a tejből származó kalóriák egyik fő forrása mivel ugye tudjuk, hogy a cukroknak általában jelentős a kalóriatartalma, így a laktóznak is. A laktóz intolerancia típusait tekintve két fő típusról és három altípusról beszélhetünk két fő típusról, azaz elsődleges laktózintoleranciáról, ami a laktáz enzim hiánya miatt alakul ki, és másodlagos laktózintoleranciáról, ami egy másik betegség alapján fejlődik ki, hogy így fogalmazzak. Az elsődleges laktózintolerancia felosztható két megjelenési formára, azaz, amikor már születésünkkor hiányzik az enzim, ez ö, régebben diagnosztizálatlanul akár a csecsemő halálához is vezethetett, de mivel manapság ö, ez egy elég ismert kórkép, így hamar ö, rájönnek általában is, már nem okoz ilyen súlyos következményeket, viszont feltétlenül szükséges pótolni a csecsemőnek a laktáz enzimet, vagy olyan tápszert választani, ami el van távolítva, vagy elő van emésztve, hogy ne okozzon neki panaszokat, és sikerüljön beépíteni ugye a tápanyagokat, amit a, a teljes szív magába. Egy ritka genetikai betegség ez, amikor teljesen velünk született a laktász hiány. A másik esetben az történik, hogy felnőtt korunkban egyre csökken az enzimtermelődés, egyre kevesebb és kevesebb lesz, ezért egyre nehezebben bírkozik meg a vérrendszerünk a tartalmú ételek megemésztésével. Ez a világ kétharmadára jellemző így gyerekkorban lehet, hogy tökéletesen jól boldogulunk a tejjel és a tejtermékekkel, felnőttkorban korban viszont észlelhetünk intolerancia tüneteket. A laktázenzin pótlásával és laktózmentes étrendel viszont orvosolhatóak a problémák. A másodlagos laktózintolerancia más bélrendszert érintő betegségek miatt alakul ki emésztőrendszeri fertőzések, gyulladbelek, sebészeti beavatkozások, a bélflóra egyenség, egyensúlytalanságok, és akár gluténérzékenység is lehetnek az okozói. A gluténérzékenységgel nagyon gyakran társul laktózintolerancia, mivel, hogyha gluténérzékenyek vagyunk, akkor a glutén az, aminek a hatására az immunrendszerünk elkezdi elkezd támadásba lendülni, és sérülnek a bélbolyhok olyannyira, hogy már nem képes ellátni a béla laktáz enzim termelő szerepét. Ezért érzékenyen fogunk reagálni a tejtermékekre is a gluténtartalmúak mellett. És nagyon nehéz különválasztani, hogy végül is mi okozza a panaszt. Az alapbetegség melléktermékeként jelenik meg a laktózintolerancia, így nem elég a laktózmentes étrend és az enzim pótlása, hanem feltétlenül az alapbetegséget is kezelni kell. Ilyenkor jönnek szóba a speciális étrendek, mint a gluténmentes étrend, vagy az alacsony fullmap tartalmú étrendek, amik ugye kímélik a bélrendszert, és az a céljuk, hogy a panaszt okozó ételek kivonásával Sikerüljön a bélnek regenerálódni és újra ellátni a, a szerepét. Tehát ilyenkor nem csak laktózmentes étrendet kell tartani, hanem meg kell keresni a probléma gyökerét, és csak is együttes kezelés által fog megoldódni a, a laktózintolerancia a tünet együttes is. Mennyi laktóz fér bele a laktózmentes étrendbe? A vizsgálatok azt találták, hogy 12 g laktóz még tünetmentesen tolerálható. 12 g laktóz található ugye 240 ml tejben, ami egy átlagos csésze tejnek felel meg. De 15-18 g-ig terjedő mennyiségben is jól tolerálható a laktóz, hogyha szépen el van osztva a nap folyamán, és nem egy nagy adagba fogyasztjuk el, mondjuk, mert ilyenkor jelentkezhetnek a tünetek. És persze ez attól is függ, hogy milyen típusú az érzékenységed, mert hogyha másodlagos laktózintoleranciában szenvedsz, akkor lehet, hogy már ez a kis mennyiség is kiveri a biztosítékot, mert a belek amúgy is bele vannak fáradva már a munkába, amúgy is egy gyulladt állapotban vannak, és lehet, hogy sokkal kevésbé tolerálják a következő adag megbírkózni való ennivalót. És a bélflóra is beleszól abba, hogy végsősoron mennyi laktóz fér bele a laktózmentes étrendbe. Itt a teljesabb baktériumok aránya lehet meghatározó, mivel ezek a baktériumok erjesztik meg ugye a tejet, és ezek bontják le a tejcukrot. A mikrobiális laktás segítségével. Ők termelik ugye ezt az enzimet, amivel képesek lebontani a tejcukrot, és erjesztett formát állítani elő. Ezek a baktériumok savanyítják tulajdonképpen a joghústot nekünk, meg a különböző erjesztett terméke, tejtermékekben is jelen vannak, és a sajtóban is. Ezt nevezzük élő baktérium kultúrának. És... A probiotikumok is ilyen baktériumokat tartalmaznak többnyire. A teljsebb bontó, teljsebb képző baktériumok még megtalálhatóak a fermentált ételekben is, mint például a savanyított káposzta, aminek az eltevéséhez csak sót meg vizet használunk, és akkor elkezdenek ezek a baktériumok abban a számukra kedvező környezetben szaporodni, és... Ezáltal sova meg a, a, zöldségeket is, és a tejtermékeket is. És ezek a baktériumok, hogyha többen vannak a beleinkben, akkor akár ahhoz is hozzásegíthetnek, hogy sokkal jobban toleráljuk a raktuszfogyasztást. fogyasztást. És itt jönnek a képbe a probiotikumok. A vizsgálatok szerint ezek is nagy segítségünkre lehetnek, a, laktusztartalmú ételeknek a megebésztésében, hogyha ilyen tesav baktériumokat viszünk be. Viszont itt van egy ilyen cseles dolog, amire érdemes odafigyelni, és amit nehéz kivizsgálni, mert elég drága és körülményes, hogy milyen a mi bélrendszerünkben a bélflórának az összetétele mert hogyha túltoljuk a probiotikum szerést, és rossz irányba billentjük el a bélflóránkat, tehát felborítjuk az egyensúlyt, és egyik baktériumfaj túlságosan elszaporodik, akkor annak ugyancsak rossz következményei lesznek, és megint kellemetlen tüneteket kaphatunk cserébe. Szóval ezzel is érdemes nagyon nyomó, nyomon követni a testünknek a jelzéseit, és a szerint tenni vagy nem tenni valamit. Az erjesztett tejtermékek jobban tolerálhatóak ebben az esetben, mivel már eleve tartalmaznak teljesabb baktériumokat, amik megkönnyítik az emésztést. Itt jönnek képbe az élőflórás jogurtok és a sajtok. Amikor ilyen termékeket vásárolunk, arra érdemes figyelni, hogy valóban élőflórások legyenek mert legtöbbször ugye pasztőrizálva vannak ezek a tejtermékek, és akkor azok a baktériumok, amik elérték nekünk, hogy megerjedjen ugye az a tej, és joghurt legyen belőle, vagy sajt, vagy joghurt vagy ilyesmik, a pasztőrizálás hatására meghalnak. Így nem tudják a testünkben elősegíteni a, a tejcukor bontását. Tehát amikor jó szándékkal joghurtot vásárolunk, hogy támogassa az emésztésünket, akkor olvassuk el a címkén, hogy élőflórás joghurt legyen. És azzal az információval is érdemes tisztában lenni, mondjuk, hogy milyen fajta baktériumot tartalmaz az a joghurt. Érdekességképpen itt hoztam egy pár táblázatot, ami... Bemutatja, hogy melyik tejtermékekben mekkora százalékban fordul elő a laktóz. Mit én érdekesnek találtam az, hogy a csedár sajtban, meg ebben a dán kék sajtban, a parmezánban, a mozzarellában és az edámi vagy góda sajtokban mennyire kevés százalékban található meg a laktóz. Tehát ezeknek a fogyasztása akár beleférhet, tünetmentesen is. A laktózmentes étrendbe. Természetesen, miután egyszer már szigorúan kiiktattunk minden laktóztartalmú dolgot, és ha észrevettük, hogy a tüneteink javulnak, akkor lassan vissza lehet vezetni a laktóztartalmú dolgokat az étrendünkben, és megtapasztalni, hogy valóban az volt-e a hibás, és hogy mekkora mennyiséget vagyunk képesek tolerálni. Persze a legnagyobb laktóz tartalma az a, a teljes tejnek van, meg a sűrített tejnek, a tejpornak, um, ugye itt látjuk, hogy a, az emberi tejnek is nagy százaléka tartalmaz laktózt, és ezekből érdemes laktózmentes változatot beszerezni, hogyha szükség van rá. Hol rejtőzik még laktóz? Hát az élelmiszeriparban 25 év alatt 6-szorosára nőtt a laktóz használata, mint adalékanyag. Ez azért elég szomorú, mert hogyha nem olvassuk el folyton a, a bevásárlókocsiba tevés előtt az élelmiszernek a címkéjét, akkor a legjobb szándékunk mellett sem tudunk laktózmentes étrendet tartani, mert a laktóz manapság már megtalálható a kenyérben is, mert azt vették észre, hogy barnít, és a kenyér több vizet képes megkötni ezáltal, és jobb textúrát ad. És ha már a kenyér témánál tartunk, akkor Emlékeztetőként elmondanám, hogy a múltkori előadásban elhangzott, hogy a kenyérben gyakran bróm származékok is megtalálhatóak, mivel ezek is lisztjavítók, meg textúrajavítók, stb. Ezért érdemes a kenyérnek is elolvasni a címkét, meggyőződni, hogy biztonságos forrásból származik, de ami a még jobb opció, hogyha otthon saját magunknak készítsük el a kenyeret, vagy kovászos kenyeret vásárolunk, mivel ezekbe csak is minőségi lisztek kerülhetnek, mert akkor tud igazán jól dolgozni a kovász, és csak akkor kapunk szép kenyeret. Tehát erre a a kenyérvásárláskor érdemes figyelni, mert sajnos rengeteg minden megtalálható a mindennapi kenyerünkben, aminek semmi keresnivalója nem lenne ott. Visszatérve a mi témánkhoz, a laktóz megtalálható a gyógyszerekben is. A virslihez is hozzáadják, ugye, sok más dologgal egyetemben, úgyhogy a virslise egy napi fogyasztásra alkalmas. Élelmiszer. A burgerhúsokban is található laktóz az üdítőkben, és még egyes sörökben is. Szóval ezekre mindenképpen érdemes odafigyelni a laktózmentes diéta során. A laktózintolerancia kezelését tekintve pedig az étrend nagyon fontos, ahogy említettem. Az elején egy szigorú laktózmentes időszakot érdemes tartani, amikor odafigyelünk arra, hogy enyhülnek-e a tüneteink, hogy hogy érezzük magunkat, milyen a közérzetünk, milyen a bérendszerünk állapota, milyen a széklet, tapasztalunk-e puffadást, stb. Ezután pedig szükséges újra bevezetni a laktózt, hogy Meggyőződjünk róla, hogy mennyire tolerálja a szervezetünk, és mi az a mennyiség, amit mi még elfogyaszthatunk. És ugye, hogyha másodlagos laktózintoleranciáról beszélünk, akkor a speciális étrendeket is be kell vetni, mert sokszor a mondjuk irritábilis bélszindróma, vagy gluténérzékenység esetén, vagy síró esetén nem elég, hogyha csak a laktózt hagyjuk ki az étrendből, hanem oda kell figyelnünk a többi panasztókozó élelmiszerre is, és ezeknek az együttes kezelése hoz majd csak javulást. És az is lehet, sőt az a cél, hogy miután megtartottuk a szigorú, speciális diétánkat, azután rendre vissza tudjuk vezetni az étrendünkbe azokat az élelmiszereket is, amit a diéta alatt nem fogyasztottunk hogy meggyőződjünk róla, hogy melyikek azok, amik valóban panaszt okoznak, és amiket akár hosszú ideig, vagy életünk végéig mellőznünk kell, és melyikek azok, amik nyugodt szívvel beleférnek a mindennapjainkba. A második pillére a kezelésnek a laktázenzim pótlása, mert ezzel is elkerülhetőek a kellemetlen tünetek, mert segít a laktóztartalmú ételeknek a feldolgozásában. Ennek ugye laktózmentes étrend mellett is lehet helye, hogyha nem akarunk annyira árgus szemekkel figyelni folyton minden címkét, hogy észrevegyük, hogy melyik tartalmazhat nyomokban laktózt, akkor a laktáz enzimnek a pótlásával megelőzhetjük a kellemetlen tüneteknek a kialakulását, hogyha véletlenül esetleg mégis bekerülne egy kis laktóza a rendszerünkben. És a probiotikumok is fontos szerepet játszanak, és nagyon sokat segíthetnek a, a laktozintolerancia tüneteinek a csökkentésében. Mivel, ahogy említettem, tartalmaznak már ilyen baktériumokat, amik a tejcukrot képesek bontani, így segítenek megemészteni nekünk a. A laktózt és a tejtermékeket megelőzni a puffadást és a hasmenést. Uh, mégpedig egy fontos különbségre szeretném felhívni a figyelmet, mégpedig arra, hogy a laktózintolerancia és a tejfehérje allergia között óriási a különbség. Itt uh, fontos tudni, hogyha valaki azt mondja, hogy ő te érzékeny, hogy mit ért alatta? Hogy a laktózintoleranciáról beszél az illető, vagy tejfehérje allergiáról? Ez, azért nem mindegy, mert teljesen más étrendbeli megközelítésre van szükség. Tehát most így az ünnepek közelettével érdemes rákérdezni a rokonokra, hogyha tudjuk, hogy valaki nem fogyaszt tejet, akkor miért nem fogyaszt, és hogy laktuzmentes termékeket használjunk a főzőcskézés sütés során, vagy teljesen mellőzzük a tejet, mert egyáltalán nem mindegy. Ha valaki azt mondja, hogy ő tejfehérje érzékeny, annak nem elég a laktózmentes tejtermék, mivel nem a tej cukorra jelez az ő szervezete, hanem a tej fehérjére, ami a laktózmentes termékekben is ugyanúgy jelen van. Mert a laktózmentes termékekből csak a tej cukrot vonják ki, viszont a tejet alkotó fehérje, az benne marad. És a tejfehérje allergiásoknak nem ajánlottak sem a sajtok, sem a kurtok sem semmilyen tejtermék, ami a laktózintolerancia mellett akár simán beleférhet a mindennapokban. Egy tejfehérje allergiásnak ez nem opció, mivel ő a tejet alkotó fehérjére reagál érzékenyen, ami ugyanúgy megtalálható a jogurtokban és a sajtokban is. Tehát erre fontos kitérni, hogyha van érzékenység a családban, hogy az milyen típusú, és arra odafigyelni, hogy a tejfehérje allergiások esetében teljesen mellőzni kell a tejtermékeket, a laktozintolerancia esetében viszont van elég bőséges kínálat laktozmentes termékekből, laktozmentes vaj, tejföl, tejszín, tej, stb. minden elérhető számukra. Ezek viszont nem opciók a tejfehérje allergiásoknak tehát erre a különbségre érdemes odafigyelni. Most pedig néhány gyakori kérdésre térnék ki. Például, hogy hogyan lehet tej nélkül élni, ez, ez a kérdés sokunknak megfordul a fejében, amikor a laktóz intoleranciáról van szó, és tudjuk ugye, hogy egyáltalán nem ritka betegség, akár magunkon is észlelünk ilyen tüneteket, hogy puffadunk tejtermékek, főleg édes tejfogyasztása után. És mindenkiben megjelenik egy picit a kétségbeesés, mert ugye szeretjük a tejtermékeket, nagyon sok finom ételnek az alapjait képezik, és érthető reakció, hogy, megijedünk, és feltesszük a kérdést, hogy de hát hogyan lehet mégis tej nélkül élni, mivel helyettesíthetjük, mit tegyünk. Szükségünk van-e tejtermékekre? Ez a második érdekes kérdés, mert mindenhonnan az áramlik, hogyha valaki mellőzi az étrendjéből a tejtermékeket, akkor nagyon oda kell figyelnie a kálcium bevitelre, mivel a mai diétánknak az alapját képezik a tejtermékek, ezért mindenki meg van nyugodva, hogy a kálcium bevitel ezáltal ki van pipálva, de hogyha valaki arra kényszerül, vagy elhagyja őket, akkor rögtön jön ez a kérdés, hogy akkor mi lesz a kálcium bevitelrel, hogyan vigyünk be elegendő kálciumot, hogyan pótoljuk azt a hiányt, amit a tejtermékek mellőzése okoz. Erre is ki fogunk térni a következőkben. És a végső kérdés pedig, hogy a növényi tejjel mi a helyzet? Tejnek számít-e a növényi tej? Fogyasztható-e a laktozintolerancia esetén, és akár a tejfehérje allergia esetén? Tejnek számít-e egyáltalán? Azt is mellőzni kell, vagy sem. Ezekre fogok kitérni a következő percekben. az első válasz, ami talán sokunknak meglepő, hogy teljre csak csecsemőkorunkban van a szó szoros értelmében szükségünk. Azután nyugodtan megszerezhetjük a tápanyagokat más forrásokból is. Csecsemőkorunkban ugye teljel táplálkozunk, mert mással még nem vagyunk képesek, és a tejből szerezzük meg a növekedésünkhöz szükséges fehérjéket, cukrokat, zsírokat, ásványi anyagokat. Viszont, ahogy növünk, ugye, és a szilárd ételek egyre szélesebb választék a tárul elénk, már nyugodtan megszerezhetjük ezeket más forrásból is. Szóval nincs konkrétan szükségünk arra, hogy tejet fogyasszunk továbbra is. Tehát e nyugodtak lehetünk, hogy testi szükségletek szempontjából nem kell a tej, Fogyasztani lehet, de nem uh, muszáj, hogy így mondjam. Uh, lehet növényi tejhelyettesítőket is használni, vagy egyszerűen elhagyni azokat az ételtípusokat, amelyikbe tejtermékek kellenek. Ez kétféle hozzáállás tükröz, mind a kettő megfontolandó, és uh, van helye a, a mindennapi étrendünkben. Lehet... Uh, vásárolni is ugye a növényi tejhelyettesítő alternatívákat, amiknek sokszor elég magas az ára, vagy úgy átgondolni az egész étkezést és menütervezésünket, hogy ne főzzünk olyan ételeket, amikbe tejtermékek kellenek, hogyha ilyen diétára szorulunk. A tejfogyasztással kapcsolatban még megjegyezném, hogy Ugye azok a tejek, amiket mi felnőtt korunkban fogyasztunk, általában állati eredetűek. Tehéntejet fogyasztunk a leggyakrabban. Most a tehéntej a bocinak készül. Ezért sok hormon van benne, ami a bocin növekedését segítse elő. És az a helyzet, hogyha mi is sok tejet fogyasztunk, akkor nálunk is érvényben lépnek ezek a a növesztő mechanizmusok, amire ugye a tej ki van találva. Itt az inzulénszerű növekedési faktorra kell odafigyeljünk, ami nálunk is hízáshoz vezet, nálunk embereknél. Ez ugye arra van kitalálva, és azért van helye a tehéntejben, hogy a boci meg tudjon tőle nőni, és raktározza a zsírt, stb emberekben is ugyanezt a hatást váltja ki, ezért érdemes odafigyelni a tejhasználatra, és akár korlátozni főleg az erjesztetlen édes tejfogyasztását. Tehát akkor gondolom már sikerült tisztázni, hogy a tejre valójában csecsemőkorunkban van szükségünk, felnőtt korunkban pedig választás és tervezés kérdése az egész. Nem kell megijedni attól, hogyha az étrendünkből kihagyjuk a tejtermékeket, mert a kálciumot rengeteg más forrásból is fel tudjuk venni. Itt hoztam egy pár példát növényi eredetű kálcium forrásra, amit, hogyha a számokat nézzük, láthatjuk, hogy valójában a tej nem is olyan szuper kálcium forrás, hogyha mondjuk összehasonlítjuk a szezámmaggal, amiben 975 mg kalcium található 100 g adagban, akkor látjuk, hogy a tej a maga 120 mg-ával eltörpül emellett. Vagy hogyha a mákot vesszük, ami 1438 mg-ot tartalmaz 100 g ö, mák, akkor észrevesszük, hogy ez, ez hatalmas mennyiség a tejtermékben található kálcium tartalomnak a tízszerese. Ezért jó megjegyezni, hogy egy teljes mákban már megvan a napi javasolt kálcium adagunk. Fodros kell is nagyon jó kálcium lehet a 250 mg-ával 100 g-onként, a hüvelyesekből a Babfélék is sok kalciumot tartalmaznak, ugye fajtája válogatja, hogy 120 vagy 160 mg között található meg. Én egy átlagot vettem, hogy 140 mg kalcium található meg 100 g-onként a babfélékben. És a tofu is nagyon jó kalciumforrás, mivel általában a szójatejnek az megalvasztásához kalcium sót használnak. Tehát a szója babnak a maga 160 mg-os kalcium tartalmához jön még ez a koaguláló anyag, ami által megalvad a szója fehérje, és sikerül belőle szója sajtot készíteni, vagyis tofut. meg ez is hozzáad, felturbozza ugye a kalcium tartalmat. Szóval igazán nem érdemes megijedni, hogy kálcium hiányunk lesz, hogyha nem fogyasztunk tejtermékeket, mert nagyon széles a választék, ahonnan növényi forrásból is tudjuk pótolni. Tehát érdemes megjegyezni a szezámmagot és a mákot, mint két nagyon bőséges kálciumforrást, a fodroskelt, a babféléket és a tofut is. Mi a helyzet a növényi tejjel? teje, a növényi teje, hogy gyakran kérdezték tőlem, hogy tejnek számít ez, tejmentes diétában ugyanúgy mellőzni kell őket, vagy beleférnek, mert több élethelyzetben is szóba kerül a tejmentes diéta, mint például szoptatás alatt is, hogyha a babánál megfigyelik a tejérzékenység tüneteit, akkor ugye az anya kell tejmentes az anya is tejmentes étrendet kell tartson, mivel akár három hétbe is kerülhet, amíg a tehén tejfehérjéi kiürülnek az anya szervezetből, és a babánál nem okoznak többé problémát. Nos, ebben az esetben is a növényi tejeket lehet fogyasztani, mivel Hogyha a meghatározást vesszük, akkor a tej a nőstény emlős állatok tejmirigyeinek a váladéka. Tartalmaz jellegzetes fehérjéket, zsírokat, cukrokat, ásványi anyagokat és hormonokat. A növényi tej a meghatározást tekintve nem tejnek nevezhető, mivel nem emlős állatok tejmirigyének a terméke, hanem helyesebben a növényi ital megnevezést használhatjuk rá. Nem tartalmaz hormonokat, a fehérje és a zsírtartalma pedig attól függ, hogy milyen magból készült mandulából, mogyoróból, kókuszból, szezámmagból, mágból, vagy stb. rengeteg lehetőség van, vagy ezek keverékéből. Most ettől függ a fehérje tartalma, de az mindenképpen növényi fehérje, tehát nem az állati eredetű tejet alkotó, fehérje, Amire ö, gyakran lehetünk érzékenyek. Tehát ebből a szempontból nyugodtan lehet ö, növényi teheket fogyasztani, mert azok ö, igazából nem tekinthetőek tejnek és tejtermékeknek, hanem növényi italoknak és növényi alapú jogurtoknak, meg a növényi alapú sajtoknak akár. Ezekből a termékekből Érdemes hozzáadott cukormenteseket vásárolni és használni. Mivel a cukrozott változatukkal nem érünk el sok javulást, hogyha őszintén fogalmazunk, akkor többet rontunk, mindemennyit használunk. Növényi italokat használhatnak bátran azok, akik valamilyen okból tejmentes diétát tartanak. Érdemes odafigyelni a növényi ital adalékanyag tartalmára, és lehetőleg olyat választani, aminek az összetevő listája nem hosszabb 3-4 szónál. Fontos odafigyelni, hogy milyen vastagító, meg stabilizáló anyagokat tartalmaznak, mint a karragén például. Olyan terméket jobb nem vásárolni, amiben mindenféle aromák vannak, és kevés százalék alapanyag, ugye ilyen 20 százalékos mandula mondjuk a mandulatelben, a többi pedig mindenféle stabilizáló, meg állagfeljavító anyag és tartósítószer, akkor ilyen esetben inkább ne vegyük meg azt a terméket, lehet nyugodtan házi készítésű tejeket előállítani, a recept nagyon egyszerű, csak előáztatott magvakra van szükségünk, mondjuk 100 g mandulára, vagy kókuszra, vagy kesudióra, vagy ezeknek a keverékére, és vízre, és egy nagyon erős turmixgépre, egy sűrű szemű szűrőre, és kész is van a házi készítésű növényi italunk. Hogyha erre szálljuk a fejünket, akkor igazán megéri egyszer kipróbálni, hogy milyen az otthoni és milyen a bolti közötti különbség. A laktózintoleranciával és a kezelésével kapcsolatban ma estére ennyivel készültem. Ismétlésként szeretném megemlíteni, hogy akinek felkeltette az érdeklődését a táplálkozás, megnézheti, visszanézheti a korábbi előadásaimat. Az első a így szelidítsd meg a PCOS-ed, ami ugye a policisztás, petefészek szindróma és a táplálkozás közötti kapcsolatot világította meg. A második címe a Véd a pajzsod volt, ami a pajzsmirigy működési rendellenességek és a táplálkozás kapcsolatáról szólt. És ugye ez a ma esti az alapismeretek a laktózintoleranciáról, ez is visszanézhető lesz itt a Zefi Facebook oldalán. Hogyha ö, érdekesnek találtátok a témát és az elhangzott információkat, szeretnétek még több tartalmat látni vagy olvasni tőlem, akkor követhettek nyugodtan Facebookon, meg Instagramon is, és a kérdéseiteket várom a e-mailben, vagy hogyha kényelmesebb, nyugodtan írhatok Facebookon és Instagramon is. És ezzel nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Remélem, hogy mondtam hasznos dolgokat ma este, amit magatokkal vihettek a hétköznapokban és segít majd eldönteni, hogy mit is vegyetek le az élelmiszerboltok polcairól és hogy hogyan illesztétek be őket az étrendetekbe. Köszönjük szépen, Csedén! Szerintem ismét nagyon izgalmas esténk volt, izgalmas előadás, és sok érdekességet hallhattunk, tudhattunk meg. Én közben néztem a Zefinek a főoldalát, Facebookon, és érkezett egy kérdés, amit így felolvasnék neked. Az egyik lakos kérdezi, hogy kedves Csedén, mik a legfőbb különbségek a laktóz? intolerancia és az allergia között. Gyakran megosztanak a vélemények ebben a kérdésben. Hát, a tüneti szinten nem olyan könnyű elkülöníteni a kettőt, ami azt illeti. De itt nagyon egyszerű próbálja ugye annak, hogy a laktózmentes termékek fogyasztása után is észleljük a tüneteket, vagy sem. Itt hogyha a sötétben akarunk tapogatózni, akkor az előbb említett módszerrel érdemes próbálkozni, de hogyha elmegyünk egy tesztre, akkor ott pontosan megmondják, hogy hol a probléma. Tehát akkor, hogyha valakinek ilyen érzékenységgel kapcsolatos tünetei merülnek fel, akkor mindenképpen érdemes utána járni, és akkor. Mekkor, igen, hogyha, hogyha biztosra pontét... akar menni, hogy tej allergiáról van szó, vagy laktozintoleranciáról, akkor a teszt a legrövidebb buta válasz megtalálásához. Hogyha pedig mellőzi az étrendjéből, akkor picit nehezebb dolog, mert laikusként nem nagyon tudjuk megállapítani, hogy laktóz intoleranciáról van e szó, mert ugye ha mellőzzük a tejtermékek fogyasztását, akkor biztos, hogy javulni fog az állapotunk, de nem tudjuk, hogy az most azért, mert tejcukrot nem fogyasztottunk, vagy azért, mert tejfehérjét sem. És hogyha más betegségeknek a, a, más betegségek miatt szenvedünk a tejérzékenységtől, akkor meg pláne, mert akkor egy csomó más élelmiszer is tünetet okoz, és ezek összekapcsolódnak, és együtt bontják az állapotunkat. Szóval érdemes kivizsgáltatni, hogyha a rövid úton szeretnénk választ találni. És akkor mielőtt elmegy az ember egy ilyen vizsgálatra, akkor addig érdemes nem kivenni az étrendünkből, ugye? Tehát, hogy mindenképpen kimutatható Igen. lehessen, hogy emiatt, Igen. a termékek miatt történnek azok a, Reakció. Jó, tehát addig maradjunk a megszokott étrendünknél. Ugyanígy, amikor dietetikust is felkeresünk, nem érdemes előtte diétázni. És olyan táplálkozás naplót mutatni be, ami egyáltalán nem tükrözi a mi valódi szokásainkat, mert akkor nem tudjuk felfedezni, hogy honnan is ered a probléma. Jó, rendben, köszönjük szépen. Én most visszanézek. Igen, már meg is köszönték a választ, és egyelőre ráfrissítek. Egy pillanat türelmet kérek, hát ha még esetleg érkezett be egy kérdés. nem, nem érkezett be több kérdés. Természetesen, hogyha később, tehát akár mondjuk a holnapi nap folyamán nézik meg az előadást, és akkor merülnének fel további kérdések, akkor igyekszünk ezeket csedén felé továbbítani, és akkor ő fog majd erre válaszolni, ahogy a múltkor is megtette, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, akik most élőben velünk tartottak, és ahogy Cserén is kihangsúlyozta, ez az előadás is visszanézhető lesz, illetve hogyha most hallottak a korábbi témákról, és azon nem tudtak jelen lenni, akkor azokat is vissza tudják nézni, akár a Zefinek a YouTube csatornáján, akár hogyha vissza tekernek itt a Facebook főoldalunkon a korábbi hónapokra, de szerintem a legegyszerűbb lesz, hogyha a YouTube csatornánkon keresnek. Úgyhogy ez az előadás is fel lesz töltve, a YouTube-ra is, és ott is elérhető lesz a továbbiakban. Én köszönöm szépen Csedén ezeket az előadásokat. Nagyon jó volt, nagyon izgalmas volt mindegyik, úgyhogy remélem, hogy fogunk tudni még veled találkozni a Későbbiekben is remélem, hogy te is jól érezted itt magad velünk. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Igen, nagyon jó volt nekem is ezekre az előadásokra készülni, és pozitív tapasztalat volt összességébe véve. Örültem a kérdéseknek is, és arra bátorítok mindenkit tényleg, hogyha van kérdésük, akkor írjátok meg, hogyha van kérdés, és igyekszem rá hasznos időn belül válaszolni. Köszönjük szépen! További szép estét kívánunk mindenkinek, és hamar, hát igazából a jövővel kapcsolatos terveinket hamarosan megosztjuk majd önökkel is. Szép estét kívánok mindenkinek! Viszontlátásra!